a jelenlegi életemben, hogy most először érzem azt az életemben, hogy nem a jövőn stresszelek, hanem a jelenben érzem magam 1 millió százalékosan jól. Tehát jelenleg nyilván gondolok a jövőmre is, de amit most tudnék mondani, amit most szeretnék, hogy ez, ami most van, ez még egy ameddig boldoggá tesz, addig tartson, és legyen lehetőségem arra, hogy ez a jelenleg életem ezt tartson. Nyilván nem tökéletes, ha tehetném, nem open lennék, de jelenleg nincs más választásom, és nagyon szeretem egyébként a gyerekeket meg a munkámat, úgyhogy nem panaszkodhatok, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Nem tudom még, hogy itt vagy Magyarországon, nagyon jó lenne visszamenni Magyarországra, de jelenleg most így 22 éves Bogdán Blankaként én most itt érzem jól magam. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Szia, Blanka! Pont erről beszéltem, emlékszel? Aha. Hogy mindig, szerintem ezt én vonzom be. Ja, igen, mert előbb a kocsiba beszéltünk, hogy amikor hívnak föl Magyarországról a tévések, akkor hányszor történt ugyanez meg veled? Igen, hogy nem vettük fel, és akkor újra kellett felvenni. Most legalább nem mentem el aludni, meg nem mostanul a sminkem. Persze, mivel hogy a magyar tévések, azok, amikor ott van nálad éjfél, akkor hívnak. Hát igen, ugye például ilyen, amikor, ugye a legtöbb a szerencsére élő, szóval az például ilyen reggeli műsorok, tudod, de nagyon sokszor van az, hogy ugye más időpont nem nagyon tud működni, mert én napközben dolgozom, és mire végzem a munkával, addigra már éjfél van Magyarországon, vagy később, mert ugye 9 óra az időeltolódás Kalifornia és Magyarország között, szóval. Mert tulajdonképpen most te San Francisco-ba vagy au pair, és erről, mi jött az iklet, hogy te ott leszel au pair? Igazából nekem nagyon, igazából nagyon random volt, hogy jött ez az egész au pair ötlet, mert egy Facebook értesítés, vagy ilyen reklám volt. Csak láttam, mert nem is biztos, hogy valami közösségi oldalon volt egy ilyen reklám, ahol láttam ezt, hogy élj Amerikában, és vigyázz gyerekekre. Én meg már egy ideje babysitterkedtem otthon, és mondtam magamon, hogy mi ez? És nagyon unatkoztam egy nyáron, talán még 2 éve, és elkezdtem, vagy nem tudom, 3, és kitöltöttem egy ilyen profilt, és de ilyen mindenféle volt benne, személyiségteszt, akár órákon keresztül töltögettem, és utána kiderült, hogy én véletlenül feliratkoztam mindenféle dologra, és elkezdtek hívogatni. És akkor utána végül rábeszéltek, hogy menjek el egy személyes találkozóra. De én mondtam, hogy hát figyeljetek, én még gimibe vagyok, oké, elmúltam már 18, de hogy én később végeztem a gimibe, mint általánosságban a legtöbben, mert évesztes voltam, meg koraszülött, meg mit tudom én, és később mentem suliba, és akkor mondták, hogy nem baj, ahogy leérettségiztem, menjek ki. És mondtam, hogy nem hiszem, nem párkapcsolatban vagyok, mit tudom én nem szeretnék kimenni, és akkor végül rábeszéltek egy személyes találkozóra, és mondtam, egy a fene, nem kerül nekem az semmibe, elmentem egy személyes találkozóra, és olyan szinten jól sikerült, hogy utána mondtam is, hogy igazából nekem ez nagyon tetszik. Uh-huh. És akkor elkezdtem aktívan. Én nagyon olyan típus vagyok, hogy én minden magamban döntök el, és csak akkor közlöm, amikor már eldöntöttem. Uh-huh. Tehát én például ezzel is úgy voltam, hogy én senkinek nem mondtam, családnak se senkinek, hogy én ezt tervezem. És emlékszem, hogy egy nap így odaálltam anyáik elé, hogy Amerikába költözöm. Mert hogy csak ugye utána szerencsére volt időnk felkészülni rá lelkileg, mert a vírus miatt ugye egy jó másfél évvel tolódott az egész. De igen, igazából teljesen ilyen random volt ez az egész ötlet, és végül nagyon életem legjobb döntése lett. Anyukádék mit szóltak hozzá? Először nagyon szíven ütötte őket, és így mondták, hogy hát most miért, meg hogy tényleg miért szeretnék menni, de utána, amikor kifejtettem, meg megmutattam, meg elmagyaráztam, meg például volt pár csajszí még az én gimimből, akik kim voltak, ugyanezen az ügynökségen keresztül, ők voltak azok, akik nekem mondták, hogy beszéljünk már erről, mert egy tökre klassz lenne, és akkor elmagyaráztak mindent, és nagyon sok embernek van rossz tapasztalata, de szerencsére én pont olyanokat fogtam ki, akik csupa jót meséltek nekem,
akiknek pedig rossz tapasztalata volt, azok pedig óvaintettek olyan dolgoktól, amikre most már sokkal jobban figyelek. Szóval ez itt tökre jó volt, meg nagyon sokat segítettek nekem magyarok az egész családválasztási folyamatban. Igazából én úgy tudom, hogy csak ügynökségen keresztül juthatnak ki európaiak Amerikába óperkedni, tehát csak úgy nem lehet. Viszont ha ügynökségen keresztül vagy, akkor igazából nagyon egyszerű. Tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy legyen egy érettségid, beszélj társalgási szinten angolul, és legyen jogosítványod, azon kívül igazából meg legyél 18, és legyen, igen, érettségit már mondtam, ennyi. Ennyi kell hozzá. Meg azt hiszem, hogy némi tapasztalat gyerekekkel. De én ugye babysitterkedtem, úgyhogy nekem nagyon egyszerű volt, mert én csak megadtam pár telefonszámot olyan családokat, akiknél dolgoztam, felhívták őket, olyanokat választottam, akik beszélnek angolul, és alátámasztották akkor az egészet, és fél perc alatt nekem kész volt az egész profilom, meg szerencsére nekem nagyon magas lett az angol értékelésem, és az is nagy segítség volt, hogy így ugye kaptam ilyen, mit tudom én, pluszpontokat, meg így picit talán jobb kategóriába lettem, ugye, mert ott így teljesen olyan, mint egy társkereső oldal, csak egy oldalú, és nem a mi oldalunkról, tehát te, mint óper, megcsinálod a profilt, és a családok válogatnak az óperek közül. És akkor belájkolnak téged, és hogyha neked is tetszik, akkor visszalájkolod, ha nem tetszik, akkor meg kíkszeled. Tehát jobbra húzod, balra húzod, tudod. És akkor úgy van, viszont limitál, tehát, hogy egyszerre csak három család tud bejelölni, és nem is csak három családdal tudsz beszélni, három jelölésed lehet. Tehát nagyon az egy stresszes folyamat, hogy a szelektálás, hogy mondjuk rá, mondjuk tudod, amikor úgy érzed, hogy őt tényleg, mint egy társkereső oldal. Őt kíkszelem, ezt a családot, mert annyira nem jó, és lehet, hogy jönne jobb, de mi van, ha nem fog majd jobb jönni, de én kíkszelem, és akkor már többé nem fognak feljönni. És például ez úgy lehet, olyan kiskapukat találtam én. Ugye magyarok mindig találnak kiskaput. Én olyan kiskapukat találtam, hogy például ezt ajánlom mindenkinek Facebook csoportokban. Csak szimplán beírja az ember, hogy az ügynökség neve, vagy akár csak óperek Amerikában matching, mit tudom, ilyen matching process, meg akármi, és én például ott kerestem, végül nem ott találtam a családomat, de egyiket se, belőle egy új családhoz költözöm, majd arról beszélek, de hogy tényleg tök érdekes, hogy végül én amennyi melót fektettem abba, hogy kismilli, ugye ki tudja válaszolni fog valaki, ha bemegy a spambe egy üzeneted. Én iszonyat sok időt töltöttem ezzel, minden létező családnak írtam, akiket szimpatikusnak találtam, és így ugye sokkal több a lehetőség, mert ki tudja, tehát, hogy, és így posztolnak ilyen hirdetést. Sziasztok, itt vagyunk egy család, mit tudom én, San Diego-ból három gyerek, ennyi óra munka, így úgy amúgy, és hogy ott az egyik kiskapu, illetve a másik kiskapu az tud lenni, hogy a profilokon, amikor a családok bejelölnek, akkor megvan adva egy e-mail cím. És én például volt, hogy valakikkel, akikkel nagyon jó lett a beszélgetés, vagy ugye a beszélgetés is úgy kezdődik, hogy mondjuk egy FaceTime. És akkor ugye megvan a telefonszám. És akkor azt mondom, hogy figyelj, úgy érzem, hogy ti is biztos éreztétek, hogy ez nem volt tökéletes választás, de mivel nektek sincs garancia rá, hogy találtok jobbat, mint én, és nekem sincs garancia rá, hogy találok jobbat, mint ti, tartsuk meg egymás telefonszámát, esetleg maradjunk kapcsolatban, de x-eljük ki egymást a profilról, hogy mind a kettőnek legyen még helye új családokra, vagy épp óperekre, és akkor így lehet, de hogy amúgy nagyon ilyen, tehát az óperkedés az nagyon szigorú szabályokhoz van kötve alapvetően, tehát én úgy tudom, hogy nem dolgozhat egy óper többet, mint 10 óra egy nap, viszont nem dolgozhat összesen egy héten többet, mint 45 óra, és egy héten azt hiszem másfél nap szabad napnak kell lennie, és két hét fizetett szabadság kötelező, hogy legyen megadva az ópernek, de ez attól függ, tehát van olyan család, aki nyilván van, aki azért, mert azt mondja, hogy ha miért nem maxolnám ki, hogyha megtehetem, de van, aki pedig, mert mondjuk van egy kisbabája, és nyilván egy kisbaba az nem megy iskolába, tehát akkor, ha az anyuka dolgozik reggel 8-tól délután 5-ig, akkor az ópernek reggel 8-tól délután 5-ig kell a gyerekkel lenni. Ja. De én pláne úgy, hogy egy nagyon tökéletes szupercsaládot fogtam ki elsőre, két iskolás gyerek, reggel elviszem őket iskolába, délután felveszem őket, utána iskolai programok, és
egyszer-egyszer egy héten mondjuk egyszer maximum egy ilyen date night a szülőknek, tehát elmennek randizni. Mm. De hogy, és szabad hétvégék. Tehát nekem nagyon nagy szerencsém volt, de tekintve, hogy a pénz nem változik, ezért nagyon nem, a fizetés mértéke az nem az, az a ledolgozott órák alapján megy, mint a sima amerikai neniknél, hanem ez az alapján megy, hogy van egy megszabott minimum, nyilvánvalóan senki nem fog többet fizetni, mint a minimum. Igen. Nagyon ritka esetekben, ha mondjuk 5 gyerekük van, és nagyon kétségbe esettek, és, meg, és tudod, félnek, hogy azt fogja mondani a csajszín mondjuk egy hét után, hogy hát köszönöm szépen, de én nem. Úgyhogy azért is jó egyébként ügynökségen keresztül menni, nem nagyon lehet máshogy egyébként legálisan, sőt, sehogy, szerintem, mert az ügynökség nagyon le van védve, olyan szempontból, hogy ha nem tetszik a család, akkor egy hivatalos rematch programba kerülsz, és ott már azt hiszem, hogy már válogatni is tudsz, hogy melyik államokat. Én például, amikor a második családot kerestem, akkor hivatalosan kiválasztottam, hogy csak Kaliforniából vagyok hajlandó jelölést fogadni, és még oda is írtam ilyen leírásba, hogy csak San Francisco. Mert voltam, én San Francisco, én úgy voltam vele, hogy én vagy San Francisco, vagy hazamegyek. És olyan jól működött, nem is érkezett Kalifornián kívül sehonnan jelölésem. Szerintem valószínűleg így le lett tiltva a többi állam. Érdekes, mert ha valaki ezt a műsort folyamatosan követi, akkor látja, hogy most nem a stúdióban vagyunk, mert tulajdonképpen most vakáción vagyunk, de jöttél ide, szóval az, én mondom, ezt nem fogom kihagyni, mert legutóbb 2015-ben találkoztunk. Amikor hát 7 éve. Pont 7 éve szerintem, pont nyáron voltunk. Igen. Május, június? Igen. És Attila az most vakáción van, de majd úgyis szépen lassan visszállunk a kerékvágásunkba, a rendes kerékvágásunkba. De az Attila egyik kedvenc kérdése, hogy mennyit keresel, és ezt pont azért akarom megkérdezni, mert én ezt nem szoktam megkérdezni, mert Amerikában ezt nem szeretik, vagy nem illik megkérdezni, igen. De pont azért, mert nagyon sokan néznek Magyarországon, és az Instagramon nagyon sok ilyen komment jött be, hogy ó, milyen sok helyre vakációzol, minden új ruhák vannak, meg ez, meg az, és erről, hogy tényleg mennyit keresel, mekkora vasvilát kell, hogy legyen arra, hogy forgasd ezt a tömérdek pénzt, amit egy óper keres. Hát, igazából erről nagyon szívesen beszélek, köszönöm is, hogy megemlítetted, mivel erre bárki rá tud googlizni, tehát az óperek, azok úgy tudom, hogy minden ügynökségnél ez egy megszabott minimum, heti azt hiszem pontosan $195.75, viszont ugye ez hirtelen nagyon sokkolóan hangozhat, pláne, hogy én talán csak New York City drágább, mint San Francisco, szerintem az egész országban. A San Francisco is nagyon drága, szerintem hasonló. Talán még drága. Tehát, hogy San Francisco, én úgy tudom, hogy még drágább, mint igen. Los Angeles. Igen. Tehát San Francisco, mondom, én voltam Los Angelesen, és meglepődtem, hogy mindenki mondta, hogy ú, az nagyon drága lesz, mondom, San Francisco után. És hogy, ez egy minimum, tehát nem kötelező a családnak. Én ennyit kapok, mivel nem is dolgozom az összes órámat, ugye, tehát nem dolgozok 45 órát egy héten, tehát a hétvégeim szabadok, tehát ez teljesen fair, legálisan. Viszont vannak olyan barátnőim, akik például a maximum órákat dolgozzák, nagyon sok gyerek van, és ezért jó fejségből azt mondja a család, hogy ha megtehetjük, akkor miért ne adjunk neki plusz 50 vagy 100, vagy... Én hallottam még olyanról is, akiknél tényleg az volt, hogy brutál nehéz volt a gyerekekkel, és azt vettem észre, hogy állandóan új óper van. Ami ugye azt jelenti, hogy valami gebasz van a családdal, és utána kiderült utólag, hogy az a csajsz is sokkal többet keres, kb. A dupláját, mint én. Azért, mert annyira rossz a család, hogy kétszer annyit kell fizetniük, hogy valaki hajlandó legyen ott maradni, nem tudom, 6 gyerekükkel, akik valószínűleg nagyon rosszak. Ja, mert akik legálisan vannak, vagy akik illegálisan vannak, akkor kereshetnek 7-800 dollárt is. Hát azóta valószínűleg készpénzben fizetnek. Persze. Úgyhogy ez... Úgyhogy igen, tehát tényleg nagyon-nagyon sok kommentet, nagyon sok kedves kommentet is kapok, de nagyon sokszor az a kérdés is előfordul, hogy mégis milyen pénzből utazgatok, mikor dolgozom, és erre például nagyon szívesen válaszolnék azért, mert például a szülőkkel megegyeztünk, hogy tekintve, hogy a közösségi oldalakon viszonylag nagy követőtáborom van, és egyszer posztoltam egy képet a gyerekekkel, és másnap a
5 újságban volt Magyarországon. Amikor kiköltöztem, akkor a szülők megkértek, hogy ne haragudj, de kérlek, nem utasd a gyerekeket. Úgyhogy egyszer-kétszer ilyen medencéből, hátulról, csak így tudod, így ott benne vannak így a háttérben a képen, vagy ilyesmi, olyat szoktam, de erre nagyon figyelek, hogy nem posztolok a gyerekekről. De az, hogy nem posztolok a gyerekekről, az nem jelenti azt, hogy én soha nem dolgozom. Vagy nem jelenti azt, hogy amikor utazom, akkor nem épp a családdal utazom. Mm-hmm. Most is az elmúlt 2 hetet azt a családdal töltöttem itt a keleti parton. Azért is vagyok most itt. Tehát, hogy nyilvánvalóan van, hogy szabadságot kapok a családtól. Közben az árp jugat itt hát a háttérben. Szóval van, hogy menj nyugodtan. Okay. Szóval van, hogy kapok a szülőktől szabadságot, de hogy azt is azért, mert például, ha belegondolsz, hirtelen nagyon jól hangozhat, hogy úristen, én több szabadságot kapok, mint a legtöbb, ugye ez nyilván fizetett szabadság, mert nem a saját döntésem alapján van, de ha belegondolsz, például kaptam szabadságot, amikor a család elment 2 hétre Bora Borára. Szerinted nekik melyik kerül többe? Kifizetni a 2x195,75 dollárt, vagy elvinni engem Bora Borára? És kifizetni a Four Seasonben a teljes 2 hetes ellátást. Tehát ez nagyon jól hangzik, hogy én szabadságot kapok, de ha én abban a szabadságban szeretnék nem otthon ülni, hanem menni valahova, akkor viszont azt magamnak kell finanszírozni. Ja, mert ebből a 200 dollár hettiből azt mondtad, hogy valamikor neked kell megvenned a saját sampont, meg az összes... Hát igen, nekik nem köt, mivel ez is attól függ például szerintem nagyon sokszor, hogyha közös fürdőszoba van például a gyerekekkel, akkor lehet, hogy a szülők azt mondják, hogy hát használd, ami ott van nyugodtan, nyilván azért most ilyen borotva arckrém, arcnemosós, mintamosó, ilyeneket azok az óperek is vesznek maguknak, de hogy nekem saját fürdőszobám van ennél a jelenlegi családnál, és ott például ugye, ott nincs semmi, tehát hogyha elfogy a sampon, akkor senki nem fog nekem oda tenni egy új tubussal, de van olyan barátném, akiknél például a család hihetetlen nagy rendeléseket szokott csinálni, és mondják, hogy ja, kell valami, csak vedd el onnan. De én például szeretem egyébként kiválasztani, hogy én mit szeretnék használni, tudod, tehát, hogy a saját nem hihetetlen drága dolgokat veszek nyilvánvalóan, bárcsak, de hogy például ami kötelező a családnak finanszírozni, az étkeztetés. Uh-huh. De hogy nem úgy ám, hogy én majd elmegyek nyaralni, és akkor ők majd aggódnak, hogy mit ettél vacsorára. Nem, ami a hűtőben van. Nyilván, ha jó fejek, az enyém jó fejek, és tudják, hogy miket szeretek, és akkor tudják, hogy mondjuk szeretem a, mit tudom én, chicken nuggetset, és akkor vesznek chicken nuggetset, vagy akármit, amit tudják, hogy én nagyon szeretek. De hogy alapvetően ami van a hűtőben, mint hogyha az ember a saját családjával él. Tehát, hogy ugye tinédzserként, vagy egyetemistaként, tehát ami van a hűtőben, azt teszem, azért nem kell fizetnem, de ha én étterembe szeretnék menni, vagy szeretnék magamnak, az utcán vagyok mondjuk valahol, és egész napra elmegyek otthonról, és megéhezem, akkor csak azért, mert én nem vagyok otthon, nekik nem kötelességük nekem kifizetni az ebédet, mondják, akkor gyere haza, egyél. Tehát, hogy az étkeztetést fizetik, és a lakhatást. De hogy azon kívül meg, illetve van, ahol nehezen megoldható a tömegközlekedés, ott szokták olyat például, hogy vagy adnak egy autót az ópernek, és akkor, ha jó fejek, akkor azt mondják, hogy egy bizonyos szintig fizetjük a benzint, ha a városban maradsz, és csak itt mész össze-vissza, vagy pedig, de hogyha mondjuk elmész egy körutazásra, vagy ilyesmi, akkor azt már te finanszíroz, vagy pedig adnak egy Uber ilyen, hogy hívják kártyát, ezt, ilyen Uber kártyát, vagy lift, vagy akkor, de amikor egy bizonyos havi keret, illetve amit még finanszíroznak, ami nagy segítség, adnak telefont, mivel ugye a magyar telefonban nem működik, meg bármilyen országban, persze, általánosságban nem működik, illetve ugye a SIM kártyát, tehát ugye internet, telefon és maga a készülék. Tehát az például nagyon nagy segítség. Szóval nagy a különbség, mert emlékszem, hogy nem tudom, hogy nekem vannak óper, vagy babysitter barátaim, és most nem akarok egész konkrét számokat mondani, de van olyan lány, aki 1400 dollárt is keres egy héten, de oké, lehet, hogy egy kicsit más, de mondjuk, hogy mondjuk az más, az nem ügynökségen keresztül, mert persze az ügynökség nagyon sokat levesz, szóval lehet, hogy az ügynökségen keresztül a család is kb. Ennyit fizet, csak te megkapod a 200-at, az ügynökség megkapja az 1200-t. Igen, valószínűleg. Én nem tudom pontosan, hogy mennyit fizet a család, de igen, tehát, és ez is ügynökség válogatja, például egyik barátnőmmel egyszerre hosszabbítottunk,
és nem szeretnék semmi rosszat mondani, semmilyen ügynökségről sem, mert nincs rossz tapasztalatom. Ez így működik. Én tudtam, hogy mire vállalkozom, választhattam volna akármelyik ügynökséget. De például a barátnőmnek körülbelül fele annyit, vagy egy picivel, egy mondjuk 30-40%-kal kevesebbet kellett fizetnie az első évért, és ingyenesen hosszabbított még egy évet. És én nekem majdnem, jóval kevesebbet fizettem a hosszabbításért, mint magáért az első évért, de hogy még mindig a sokszorosát például egy-két másik ügynökségnél levő csajszinak, amit neki kellett fizetniük. Szóval, hogy igen, ez sajnos pénzbe kerül, tehát egy ingyen nem lehet például csak úgy kijönni. Hát. Ja. Beszélj az utazásokról, hogy merre felé jártál, mert beszélgetünk a kocsiba, hogy szerintem több helyen voltál Amerikában, mint én. Hát meg lehet. Én olyan utazó vagyok, hogy én inkább a mennyiségre megyek, mint a minőségre. Tehát, hogyha én vannak olyan barátnőim, meg nem is barát, is ismerek embereket, akik óperek, és ők például nagyon ritkán utaznak, viszont ha utaznak, akkor luxus. Akkor elmennek Hawaii-ra, és akkor nem tudom milyen resortban laknak. Aha. Na én inkább arra mentem rá például, és most szeretnék átállni arra, hogy a második évemben szeretnék egy kicsit kevesebbet utazni, viszont ha utazom, akkor hosszabb időre, és valami nagyobb. Például gondolkodtam, hogy mondjuk elmennék Floridába, egy akár Miami-ba, és akkor félretennék például ilyen, ott nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam, hogy például ott odajöttek, amikor én voltam Miami-ben egy-két napra csak, odajöttek a parton ilyen promóterek, hogy ilyen jakt tokon levő bulik, de nyilván fizetni kell érte. Viszont valószínűleg hatalmas élmény lehet. Tehát, hogy meg medencés buli, mit tudom én, különböző olyan fellépők, akik Magyarországon, esetleg a Sziget Fesztiválon találkozhatsz velük, ott pedig csak elmész egy medencés házba, vagy akármi, és akkor ott lépnek fel. Nyilván fizetni kell érte. De hogy akkor mondjuk azzal számolnék, hogy jó, akkor most nem utazom mondjuk 3 hónapig sehova, vagy 6 hónapig, ha épp úgy adódik, viszont ha utazom, akkor nagyon most ezen egy kicsit szeretnék változtatni, mert eddig én ilyen kis pici, volt egy-két nagyobb utazásom, például ez a nyár, ez egy nagy utazás volt, de az elején ilyen hétvégi kis kirándulásokat csináltam, hogy akkor egy hétvége Las Vegas, egy hétvége Arizonában, Scottsdale, aztán egy hétvége Los Angeles, egy hétvége San Diego, tehát én ilyen kis hétvégi kiruccanásokat csináltam, meg nagyon sok, ugye Kaliforniában az a jó, hogy San Franciscóból autótávolsággal nagyon sok klassz hely elérhető. Tehát volt olyan, hogy reggel 7-kor elindultunk, este 10-kor hazaértünk, és elmentünk rengeteg kisebb városba, meg hát azért annyira nem kis, mondjuk Santa Cruz, meg ilyenek, tehát meg a Big Sur például, az a nagy híd, igen. Tehát egy ilyen nagyon szép ottani, meg San Jose, tehát ezek az ilyen kis környékbeli, és egy autóval mész szépen lefele, aztán meg vissza, ugye, ezeket egy nap alatt meg lehet járni, de én erre mentem rá nagyon, meg hát ugye, amit nagyon sokan kérdeznek, hogy mégis milyen pénzből utazom, honnan, meg hogy biztos támogatnak engem szülők, vagy akármi, és nyilvánvalóan nagyon támogató családom van, és nagyon kedvesek, aranyosak, imádom őket, de én nagyon szeretnék önálló lenni, és nagyon szeretnék mindent, amit tudok, azt magamnak finanszírozni, mert hogy mi van, ha egyszer valamikor úgy adódik, hogy teljes mértékben magamról kell gondoskodni, akkor én nem szeretnék mély vízbe ugrani, hanem szeretnék felkészült lenni. De tulajdonképpen, amit beszéltünk, hogy most is magadnak gondoskodsz, igazából a szüleid nem segít, nem támogatnak, úgy segítenek. Persze, hogyha emergency van, vagy hogyha valami vészhez, igen, de te most önállóan csinálsz mindent, nem? Abszolút. Tehát amikor olyan helyzet van, hogy például, amikor ellopták a telefonomat, meg ilyen helyzetek, ugye a váratlan költségek, hála az égnek nem volt sok, lekopogom, de hogy amikor váratlan költség van, akkor mindig számíthatok a segítségükre, de az nem egy, az általában nem egy adomány, hanem egy kölcsön, amit én majd akár részletekben, de hogy visszafizetek nekik, és nyilvánvalóan, mivel tisztában vagyok azzal, hogy mennyi a büdzsé, nem kérek olyan összegeket, amiket tudom, hogy nem tudnék visszaadni belátható időn belül. Melyik volt a kedvenc helyed, vagy vakáció, vagy ahol voltál? Hát én ugye nagyon sokat utaztam, és egyébként az egyik kedvencem az New York.
mindenféle elfogultság nélkül, de nagyon-nagyon szeretem New Yorkot, de nekem San Francisco a kedvencem, bárhova utazom, mindig azt mondom, hogy szép volt, jó volt, de San Francisco. A legjobb otthon, de, mi? Igen, de hogy élni, tehát hogy például San Francisco szerintem turistáknak nem olyan jó egyébként, tehát anyáik is, amikor anyáik jöttek látogatni, igazából egy nap alatt mutattam nekik helyeket, és így mondták, hogy mit tudnám én még megnézni, és mondtam, igazából nem tudom. Tehát, hogy nem annyira, tehát nincs ez, mint Los Angelesben, hogy nincs annyi, ugye a Golden Gate Hídon kívül nem sok ikonikus olyan hely van San Franciscóban, ami mindenki azt mondja, hogy úristen, azzal kell egy kép, tehát nem azzal, hogy van a Hollywood felirat, meg nincsen ugye Rodeo Drive, Beverly Hills, meg ilyesmi. Van Kanyargós utca, meg van Cable Cart, igen. Meg a Full House, ahol játszódott, azért van egy pár, meg a... Hát én imádom, tehát hogy semmi rossz nem, de hogy én inkább élni akarok. Tehát szerintem San Francisco sokkal inkább élhetőbb város, mint turista látványosság. Én így mondanám, de igen, szóval én csak az elmúlt 5 hétben 11 államban jártam Kalifornián kívül, úgyhogy nagyon megtoltam ezt az idei nyarat. Na, mik volt ezek, melyik volt a 11 állam? Na, számít csak. Volt, ahol már voltam, tehát, hogy volt, ami nem volt új állam, de voltam, hát először is anyáikkal kezdtünk, ugye akkor számoljuk Kaliforniát, és már Kalifornia, utána onnan átmentünk Arizonába és Nevadába. Igen. Aztán utána onnan mentem a legjobb barátnőmhez, Katiehez, akit itt ismertem meg Amerikában, őhozzá mentem Wyomingba, vele átmentünk Idahoba, és Montanába. Okay. Utána onnan repültem Massachusettsbe. Igen. Ja, anyáika voltunk Utahban is. Igen. És Massachusettsből repültem ide New Yorkba, és a családdal, miközben Massachusettsből vezettünk New Yorkba, megálltunk, csak egy picit, tudod, így még egy éjszakára, igen, vagy ilyesmi, mert ott valami volt, egy vidámpark, a gyerekeknek, nem tudom már, de megálltunk Rhode Island-en, és Connecticutban. Connecticut. Szóval 12. Jeez. De voltam már Floridában is. És New Jersey, persze. És New Jersey-ben. A lámpa lekapcsolt, nem baj. Nekem az a furcsa, tudod, hogy én régen amikor olyan régen, 2015-ben találkoztunk, és olyan fiatal voltál, meg nagyon... Öreg vagyok, azt mondod? Nem, azt mondom, hogy amikor beszélgetünk, akkor olyan furcsa, hogy tudod, a partikról beszélünk, meg az, ami én voltam, amikor ugyanegy idős voltam, csak pont ezt beszéltük, hogy most már nincs az, hogy mi, amikor fiatalok voltunk, péntek, szombat, diszkó. És nálad most tulajdonképpen ugyanez van, csak nem diszkó van, hanem... Nightclub. Ja, ugyanaz. Ja. Igazából ugyanaz. Valószínűleg egy kicsit más a zene, meg az emberek öltözködése. De igen, de például ezt imádom San Franciscóban. Tök mindegy, mit veszel fel. Ez biztos nagyon sok helyen van itt így egyébként, de San Franciscóban, ha egy fiú akar, akkor tütűszoknyában megy el, meg magasakor bulizni, senki nem fog ránézni. Ez semmi. Tehát például én nagyon szeretek felöltözni szépen, tehát én, hogyha elmegyek San Franciscóban bulizni, akkor én felveszem a magas sarkúmat, csini kis koktélruha, mit tudom én, de van olyan barátném, aki például tornacipőben és farmerban érzi komfortosan magát. És akkor mi elmegyünk így egy ilyen kis barátnőpárként bulizni, senki nem néz ránk furcsán. Egyszer-kétszer kapok megjegyzést, hogy te biztos nem innen valósi vagy, de nem negatív értelemben, hanem rám néznek, és mondják, hogy például volt egy ilyen, ugye elég hűvös van San Franciscóban, hogy általánosságban még nyáron is, és akkor ilyen kis, mondjuk felvettem egy szép ruhát, mondjuk egy magasarkú csizmát, meg egy szőrmekabátot, és hogy ott senki nem öltözik így, tehát általánosságban ez az ilyen mackónadrág, full kényelmes, a kutyát sétáltatja a kávés bögrével a kezében, és közben maszkonadrág, kócos kony, és semmi, tehát. Mi volt a magyar címe annak a filmnek? Dr. Szöszi? Vagy mi volt a... Dr. Szöszi. Na. Akkor te az vagy? Hát, remélem, hogy kicsit okosabb vagyok, de... Wow, Dr. Szöszi az okos volt, csak játszott akkor a hülyét. Keverem. Jó, igen, de arra gondoltam, hogy ami ennek mutatta magát, ja. Az...
Igen, az igyekszem nem lenni, de, de igen, akkor, akkor mondhatjuk, hogy Dr. Szöszi. Ja. A szüleidről nem kell, mert tudom, hogy a kedvenc kérdésed az, hogy na, mondjuk ezt érdemes kifejteni, hogy a kedvenc kérdésed az, hogy milyen híres embereknek a gyerekként fölnőni. Ugye, tudom, hogy ezt nem kéne kérdezni, de szerintem ki kéne fejteni, hogy miért hülye kérdés ez? Hát ez azért hülye kérdés, mert elsősorban úgy, olyan kontextusban szoktam megkapni, hogy, és előre is bocsánat mindenkinek, aki már megkérdezte, és most elárulom, hogy nem szeretem a kérdést, de hogy miben más híres ember gyerekeként felnőni, mint nem híres ember gyerekeként? És akkor erre én egy kérdéssel válaszolnék vissza, és neked milyen érzés nem híres ember gyerekeként felnőni, ahelyett, hogy híres ember gyerekeként nőnél fel? Fogalmat sincs, nem? Mert nem tudod, hogy milyen lehet. Tehát én nem tudom, milyen lehet nem híres ember gyerekeként felnőni, mert mikor megszülettem, addigra már mind a két szülőm híres volt. Tehát én abban nőttem fel, hogy mi ismertek vagyunk. És én nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet úgy felnőni, hogy úgy megyek gimnáziumba, óvodába, általános iskolába, egyetemre, akárhová, hogy senki nem ismer, és teljesen tiszta lappal indítok, mert van, aki nem ismer, de hogy általánosságban az embereknek van egy vagy pozitív, vagy negatív, vagy semleges kialakult véleménye, ugye, már alapvetően. És én ebben nőttem fel. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet az, hogyha, vagyis nem tudtam elképzelni mostanáig. Mert így, hogy kiköltöztem ide, itt jöttem rá arra, ugye itt én teljesen tiszta lappal kezdtem. Tehát full teljes tiszta lap. Senki nem ismer, tehát itt jöttem rá arra, és én otthon bevallom, sokszor megkérdőjeleztem a saját értékemet azáltal, hogyha valaki kedves volt velem, vagy nagyon kedves, azt feltételeztem, hogy biztos azért ilyen kedves, mert, mert hogy hiszen ha mondjuk találkoznál Jennifer Lopez gyerekével, nem lennél nagyon kedves vele? Ha tudnád, hogy lehet, hogy mondjuk elrohanna melletted az utcán a kisgyerek, és mondjuk üvöltene, akkor odaszólnál, hogy mit üvölt ez a kisgyerek? És mondaná a haverod, hogy figyelj, hogy Jennifer Lopeznek a gyereke. Ja, ó, kisfiú, de cuki vagy. Tehát, hogy érted ezt, hogy mire gondolok, és én ezt gondolom, hogy itt tapasztaltam meg, itt tanultam meg értékelni önmagamat, mert jöttem rá arra, hogy jé, velem akkor is akarnak barátkozni az emberek, hogyha csak egy random lány vagyok. És hogy jé, akkor is van, aki mondjuk hónapok után is kíváncsi rám, és a barátom akar lenni, és keres, és kérdezi, hogy hiányzol, mikor találkozunk újra, menjünk el ide, menjünk el oda, ígyunk meg egy kávét, stb. Úgyhogy csupán annyit kapott belőlem, ami én emberileg vagyok, nem pedig a teljes képet. Nyilván van, akinek elmondtam, hogy ismertek a szüleim otthon, mert mondjuk megkérdezte, hogy mik ezek az énekes videók, vagy miért van annyi Instagram követőm, vagy ilyenek, de hogy nekik ez nem számít semmit, mert aki itt híres, annak több millió követője van. Tehát, hogy az nekik nem olyan nagy dolog szerintem, mint nekünk otthon. Meg előbb mondtál valamit, és eszembe jutott, hogy nem nagyon ismerek, de azért itt is felismertek, ugye? Egy pár helyen, és erről mondjál egy pár szót, mert utána nekem is erről lesz egy kommentem, mert én is ismertem meg ugyanígy embereket. Go ahead. Szóval például, amikor itt sétáltam, tegnap New Yorkban, akkor jött oda hozzám egy ilyen fiatal társaság, talán két lány meg egy fiú, és oda jött, és én ugye nem beszéltem magyarul, egyedül sétálgattam, tehát, hogy nem hallották, hogy magyarul beszélt, de oda jöttek, a nevemen szólítottak, és képet csináltunk együtt, meg beszélgettünk, meg minden, mert ugye felismertek, és volt például egy olyan is, amikor én ismertem többször is, az egyik az teljesen átlagosan viselkedett, tehát szerintem ők például nem ismertek fel, de hozzájuk én mentem oda, mert hallottam, hogy család, és hogy magyarul beszélgetnek, de volt még egy másik család, talán neked nem is említettem, akikhez én mentem oda, mert hallottam, hogy egymás között magyarul beszéltek, és ott volt az, hogy tök lazán indult a beszélgetés, nem mondták a nevem, gondoltam, hogy biztos nem ismernek. Aztán amikor mondtam, hogy én most óper vagyok itt Amerikában, mondták, hogy ja, tudjuk. Ja. De tudod, és akkor így mondták, hogy ja, de most költözöl akkor, ugye mondom, hanem jesszusom, ezek mindent tudnak rólam. Szóval, hogy tudod, olyan érdekes, hogy és például a San Franciscóban én egyetlen egyszer futottam bele véletlenül magyar emberbe, a többi az szándékos volt. Tehát én mire kijöttem,
addigra már volt online egy nagyon kedves magyar barátnőm, aki San Franciscóban lakott, és ő bemutatott néhány nagyon kedves magyar barátjának, akikkel a mai napig én nagyon jó kapcsolatot ápolok, de hogy így, hogy én pláne azért, mert szerintem a legfőbb oka az, hogy még ha magyar emberek jönnének is velem szembe, valószínűleg a különböző nemzetiségű barátaikkal vannak, és ha például nincs hihetetlen erős magyar-angol akcentusuk, meg ugye nem figyelek erre, nem fogom hallgatni minden embernek, akkor honnan ismerném fel, hogy magyar? Én is igazából jelenleg most már van egy kis magyar társaságom, de ők állandóan utazgatnak, itt vannak, ott vannak, tehát akikkel napi szinten az utcán megyek, vagy éppen a belvárosban bulizni, vagy ilyesmi, azok mind mexikói csajszik, német, osztrák, amerikaiak, tehát hogy amikor elmegyek, akár még, hogyha magyar barátnőmmel is megyek bulizni, társasággal megyünk, és mivel mindenki más angolul beszél, ezért mi is angolul beszélünk egymás között. Nem kettesbe, de hogy ugye a társaságban. Ezért mégis hogy venné észre valaki, hogy én magyar vagyok, ha csak nem ismer föl. Szóval, hogy szerintem emiatt is valahogy elkerülöm az összes magyar San Franciscóban véletlenül. Ja, nem véletlenül, de nem direkt, hanem hogy pont azért, mert angolul beszélsz. Igen. Amiről akartalak kérdezni, az, hogy ismerted fel azt a családod, akik nem az, akik fölismertek, az a fiatalok, hanem a másik, hogy mit mondod, az is szép magyar. Ja, igen, de eddig én bárhányszor botlottam az országon belül, akárhol magyarokba, mindig káromkodtak, és itt is úgy futottam bele egy családba, hogy éppen leszitta az anyuka a kisgyereket, mert valami rosszat csinált, és én mondom, hogy jaj, de jó szép magyar szavakat hallani. Ja. Nem akartad csúnyán mondani most mi? Nem. Nehogy ezt is aladjak a blikbe. De ez vicces, mert pont ugyanígy ismerkedtem meg én is két magyarra, hogy a Matyi és a Hegedűs és a Krisztián volt itt éppen Halloween-kor egyszer egy fellépésen, és elmentünk a Times Square-re, és sétálunk a Times Square-nél, és vegyünk valami piát, és akkor bementünk egy helyre, vettünk ilyen mindegy Gatorade, vagy valami piát vettünk, az enyémet kinyitom, és nem volt rajta szél. Tudod, nem volt lezárva. Igen. Mondom, én ezt nem iszom meg. Aztán mondom, kézzel, de megiszom, és egyből mehetnék utána nemi beteg gondozóba. Erre megfordul két ember, azt mondja, ez első szó, amit magyarul hallottam, nemi beteg gondozó. Igen, valahogy mondom, nem tudom, szerintem ez valahogy mindig, én legalábbis mindig ebbe botlok. Ja. De még Azerbajdzsánban is voltam egy turista látványosságnál, és ott is hallom, hogy az anyuka volt egy rakás gyereked, nagyon sok, vagy öt, és ott is így először csak oda néztem, mondom, szegény nő, mondom, Isten, mindegyik gyerek öt különböző irányba rohan, és akkor kezdtem el hallani, amikor már elkezdett ideges lenni, először csak halkan beszél, de aztán elüvöltöttem, nem tudom már pontosan, már évekkel ezelőtt volt, mit mondott, de valami nagyon csúnyát mondott a gyerekeknek, hogy azonnal jöjjenek ide, vagy nem tudom, mi lesz. És így mondom, így oda mentem, és szegénynek nagyon így égő volt, így mondta, hogy bocsánat, mondom, hogy figyelj, mondom, én sokkal csúnyábban mondanék, ha ennyi gyerekem lenne, és ilyen rosszak lennének, hogy innen mennének, úgyhogy mondtam, hogy ne aggódjál. Ja. Különben Sárátú Biacskó Péter, ő volt az, akivel találkoztam, csak így elfelejtettem mondani a nevét. Meg voltál most egy baseball mérkőzésen arról, ott milyen szépeket mondtál? Ja, igen. Igen, a baseball meccsen az volt, hogy egy amerikai csajszival elmentünk Cape Codban, Massachusettsben egy baseball meccsre, de csak egy ilyen kis helyi kis csapat, és hogy ott is az volt, hogy így kiabáltunk mindenféle dolgokat a lelátóról. Hát most nem mondok példákat. Okay. Nem szép szavakat. Nem szép szavakat. Amikor idegesek voltunk a pontszámok miatt, meg mit tudom én, meg így néhány dolgot így egyes fiúkra, így például jókat is, vagy rosszakat is, és akkor mondta, hogy mondjam magyarul, mert azt úgy se érti senki. Mondta nekem, hogy kiabáljam ezt meg azt angolul, és mondtam, hogy mondom, nem, hát mondom, mit képzelsz? Mondom, hogy én itt nem. Mondta, hogy kiabáld magyarul. Mondom, jó. És akkor oda kiabált, mert nem is emlékszem pontosan, miket mondtam, és akkor utána
oda jött hozzám egy baseball játékos, amikor már sétáltam el a mérkőzésről, és így idézte valamit, amit mondtam, és mondta, hogy tényleg? És akkor így álltam, és mondom, hú, itt, és aztán elmentünk, és elmentünk valahol, hát így meginni a barátnőmmel, meg vele egy, nem tudom már mit, koktélt. Bambit. De hogy egy bambit. De hogy tökre érdekes. Ja, érdekes ez a magyar nyelv. A jövőről mit szeretnél, szóval hol szeretnéd leírni a jövődet, vagy mik a terveid? Itt, Magyarországon, iskola, valami? Na ez az, amiről egyelőre fogalmam sincs, és én mindig nagyon tervezős voltam. Tényleg brutál tervezős, én mindent előre elterveztem évekkel, és ha valami nem úgy történt, akkor ez káosz. És amióta ide költöztem, azóta olyan rugalmas lettem, olyan szinten, hogy most hogy úgy vagyok vele, hogy fogalmam sincs. Vannak dolgok, amik érdekelnek, nagyon szeretem az éneklést, nagyon érdekel a médiavilága, szívesen lennék riporter, műsorvezető, szerkesztő, vagy épp énekes, nagyon szeretem a sportokat, légtorna, az ilyen root fitness, stb. Nagyon-nagyon szeretem, és bármelyikben nagyon szívesen elhelyezkednék. Viszont igazából, ami úgy igazán nekem fontos a jelenlegi életemben, hogy most először érzem azt az életemben, hogy nem a jövőn stresszelek, hanem a jelenben érzem magam 1 millió százalékosan jól. Tehát jelenleg nyilván gondolok a jövőmre is, de amit most tudnék mondani, amit most szeretnék, hogy ez, ami most van, ez még egy ameddig boldoggá tesz, addig tartson, és legyen lehetőségem arra, hogy ez a jelenlegi életem ezt tartson. Nyilván nem tökéletes, ha tehetném, nem open lennék, de jelenleg nincs más választásom, és nagyon szeretem egyébként a gyerekeket, meg a munkámat, úgyhogy nem panaszkodhatok, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Nem tudom még, hogy itt vagy Magyarországon, nagyon jó lenne visszamenni Magyarországra, de jelenleg most így 22 éves Bogdán Blankaként én most itt érzem jól magam. Szerintem ez a nagyon-nagyon jó végszónak, szóval meg csörgött is az óra, hogy ki kell mennünk a repülőtére. Lekissem a repülőt. Lekissük a repülőt. El akarod mondani, vagy itt el tudnád mondani a média elérhetőségedet, a social media elérhetőségedet, hol tudnak téged megtalálni? Én nagyon köszönöm. Hát igazából, amit mostanában főként használok, az az Instagram, az pedig @bogdanblanka, azt hiszem. Uh-huh. Reméljük, csak megtaláltok. És illetve, amit mostában nem nagyon csináltam, az a YouTube, ott pedig szerintem csak szimplán, hogyha valaki beírja, hogy Bogdán Blanka, akkor könnyen rám talál. Úgyhogy ott nagyon sok utazós videón van fent egyébként, amiket itt Amerikában csináltam, meg bemutattam az élelmiszerboltokat, hogy milyen árkülönbségek vannak, kiszerelés különbségek, meg nem tudom, miket csináltam. Én bemutattam az itteni Halloween-t, az itteni karácsonyt, a boltokat, rengeteg utazás, de utána sajnos ellopták a telefonomat, és nagyon sok videóm elveszett, úgyhogy ott elvesztettem a lelkesedésemet, szóval innen is bocsánat, hogy egy jó ideje nem volt videó, igyekszem visszakerülni a kerékvágásba, de sajnos nagyon félre siklottam most ezen a téren, de Instagramon ugyanúgy aktív vagyok. Nekem létszős ígérnek, hogy a YouTube-ot megint fölpörgeted, mert szerintem nagyon sok mindenkit érdekel az, hogy tényleg mi a különbség Magyarország és itteni élet között, az árkról. Sok ilyen youtuber ismerősöm van, akik csinálják itt is, de én azt szeretem a YouTube-ban, meg a podcastben, hogy nem olyan, mint a tradicionális rádió, hogyha vagy a Petőfit hallgatod, vagy a Rádió Egyet, vagy valamelyik másikat. De hogyha reggel mész dolgozni, akkor az egyiket hallgatod, és akkor másikat nem fogod. Igen. A podcastben, meg bármikor. A YouTube-ban, hogyha szereted a Blankát, akkor megnézed a Blankát. Ha szereted a mindennapi angol USA-t, akkor meghallgatod. Nagyon szeretem. Imádom. Nagyon rendes. Ő volt a második vendégünk itt. Tényleg? Aha. Ő volt a második vendégünk, de ilyen remote... Nem működik. Azért jó, hogy így szemtől szembe, mert ez sokkal jobban működik. Van nagyon sok ilyen magyar, sőt, Kaliforniában nagyon sok ilyen youtuber van. Nem mindiket ismerem személyesen, de Texasban is van egy lány. És tök jó, így lehet, így nem konkurencia van, hanem összefogás. Igen. Például itt is van a Zsófi, ő ilyen mami blogot csinál, majd megmutatom, meg ő is vendégünk lesz egy pár hét múlva. De jó!
és vele is minden nap, nem minden nap, hanem minden héten is stratégia, oké, figyelj, te csináld ezt, ezt akarod Instagramon, meg és tök jó, hogy lehet meg nőni. Meg ez tök jó, hogy mindenki másféle típusú életet mutat be. Én például, akik nekem még a két másik kedvencem, van egy Los Angelesben élő lány, őt úgy hívják, a Sebessén Petra. Igen, igen, és van. Vele személyesen is találkoztam. Uh-huh. Azt hiszem, talán többször is. Uh-huh. És illetve a Gombos Edinát nagyon szeretem. Uh-huh. Ugye ő meg... Florida. Igen, Floridában lakik. És hogy őket néztem például én iszonyat sokat, mielőtt kiköltöztem. És mennyire más élet. Tehát a Petra egy fiatal csajszi, aki bemutatja, hogy uh-huh. milyen egy gyermek nélküli Los Angelesben élő fiatalnak, fiatal párnak, ugye, mert van egy párja is, aha. milyen az élete. És a Gombos Edina pedig azt mutatja be, hogy milyen családként, uh-huh. ugye, a kertvárosban élni, nem pedig bent a belvárosban, ahol például Petra lakik. Uh-huh. Szóval tökre érdekes. Jó, tökre örülök, hogy megint találkoztunk. Remélem, most már nem fogja megint 7 év állítani, hogy találkozzunk. Csak nem. Most már azért közel vagyunk egymáshoz. San Francisco. Hát közelebb van, mint... Ja. Nem tudom. Hát közelebb van, csak hát... Ja, olcsóbb. Ja. Ja. Ha majd utazol, gyere erre. Vagy tudod mit? Ja, nem fogsz tudni, október 16-án lesz a Szaraszotai Magyar Fesztivál lent Floridában. Ott leszünk. Hát az, hogy nem tudok csak, hogy kivenni ilyen. Ja. Tehát, hogyha mondjuk valahol Kaliforniában lenne, akkor esetleg leugranék, de én nem tudok kivenni csak így ilyen ja. szabadságokat. Jó, oké. Már próbáltam, de nem mindegy. Köszönöm. Ja, de jó lenne megint találkozni. Még jó lenne a szüleiddel is találkozni, de gondolom, az nekem kell, hogy hazamenjek. Most szállva nem fognak jönni, az fix. Ja, most voltak. Tudom, azért mondom, de akkor majd én megyek haza. Úgyis egy helyen laktunk békáson. Na, tényleg zárjuk le, mert el fogunk késni. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek alá, ha tetszett, ha nem tetszett. Ha valamit akartok kérdezni a Blankától, megkérdezhetitek. Attila nem sokára ő is visszajön a vakációból, és akkor nem engem kell hallgatni, hanem őt is meg lehet hallgatni, és visszatérünk a rendes stúdióba, ahol nem fog a kutya ugatni, sem a macska nyávogni. Szóval sziasztok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!